Pünkösdi rendezvény nem lehet meg a hagyományok felidézése nélkül. A katolikusok és a németség ünnepén az Alte Kameraden Blaskapelle adott különleges koncertet. Mi most egy, amiben benne van a kermesz is, itt van egy olyan részlet, ahol a kermeszről is szó van, mi egy most készülő tematikus koncertből adunk részleteket. A témája a Stefan Jäger, a svábok festője. Ez egy bánáti festő volt, a múlt század első felében élt és dolgozott, és festményeinek a 90% a bánáti táj, a bánáti falvak, a bánáti sváb embereknek a megfestése volt, és ezért kapta ezt a nevet, hogy a svábok festője. Ebből állítottam össze egy tematikus koncertet, egy hosszabb, lélegzetű, önálló koncertet. Ebből most részleteket mutatunk be, kivetítéssel együtt, természetesen a festőről van szó, akkor a festményeket fogunk kivetíteni, és ahhoz szólnak majd a zeneszámok is, tehát a kettő együtt egy komplex koncertet fogadni a közönségnek. Mi alapvetően hagyományos sváb fúvózenét játszunk, autentikus sváb fúvózenét, és ami a festményeknek a témáját is összeválogattam, egy-egy téma szerint köré raktam össze 18-20 festményt, és ehhez az ahhoz illő hangulati zenét kerestem a címekkel és a hangulattal. A szervezők az idei esztendőben arra is törekedtek, hogy olyan előadókat hívjanak haza, akiknek kötődésük van a városhoz. Ilyen a hazai és nemzetközi jazz élet egyik kiemelkedő személyisége, Tóth Viktor szaxofonos is, akinek tehetsége már egészen fiatalon kikristályosodott, és meglett művészként bejárta a világ számos jazz színpadát. Tóth Viktor hangszeres játékára a dinamikus, mégis érzékeny kifejezésmód jellemző, zenei megnyilvánulásaiban a pillanat energiáját kívánja megragadni, emellett népzenét gyűjt, zenét szerez és új utakat keres a jazzben. Ezúttal legutóbbi két lemezének anyagából válogatott, az egyikben spirituális utakat járt be a muzsikán keresztül, a másikat a Covid-járvány ihlette, és ebben azt fogalmazta meg, nincs mitől félni. A két évnyi szünet után megrendezett hal és vadünnep számos ki- és hazalátogatót csalogatott ki a rendezvények helyszíneire. A szervezők minden eddiginél sokszínű programot állítottak össze azzal a céllal, hogy a szüneti napok rendezvénysorozatához hasonló élményt élhessenek át az ide látogatók. Ez még a legmerészebb vágyainkat is, vagy elképzeléseket is felülmúlta. Előzetes számítások alapján is több tízezer ember látogatott ki ebben a négy napban a pünkösdi hal és vadünnepre. Tudtuk, hogy egy jó két évnyi szünet után az emberekben benne van a vágy, hogy találkozzanak, újra színvonalas programokon vegyenek részt, színházi előadásokon, nagy koncerteken. De ennek a hétvégének annyira gazdag programkínálata volt, ami gondolom egy születi napokkal is egy az egybe felérne. Színházi előadások, hazatérő, szexádról elszármazott kiváló művészek, nagy koncertek, komoly zenei előadások, maga a Vidám Park, az Ízek utcája és a borászok által kínált finomságok, gasztronómiai ínyenségek is mind-mind azt a hangulatot hozták vissza, amire nagyon vágytunk. Én azt gondolom, ez egy jó kezdet ahhoz, hogy remélhetőleg korlátozások nélkül folytatódjon ez az év is. Tervezzük a születi napok programjait is, szintén egy hasonló gazdag programkínálattal, és már gondolkodunk a kollégákkal, városvezetéssel azon is, hogy talán még szellősebbé tudjuk tenni a tereket a következő években, úgyhogy olyan változtatásokat szeretnénk, ami inkább az embereknek a kényelmét, komfortját még jobban kiszolgálja, de ha egy rövid összegzés kéne adni az egészről, én azt gondolom, mindenki elégedett lehet. Én azt gondolom, azért az utolsó békeévekben, nevezzük így, szintén egy nagyon látogatott és népszerű rendezvény volt,
de minden bizonnyal ez a bezártság ugye most hirtelen egy fokozott vágyat elégített ki, tehát nem hajszoljuk mi ezt a sok tízezres nézőszámot. Azt gondolom, nem az a lényeg egy városi nagy rendezvénynek, hogy 50 ezre, 60 ezre, 70 ezre, hát ugye nem kell nekünk egy Sziget fesztivállá kirúgni magát, inkább sokkal fontosabb az, hogy a helyiek, környékbeliek megtalálják maguknak azt a néhány őket érdeklő elemet, vagy a finomságokat, az ételeket, vagy azt a két-három programot, amitől ők magukat itthon jól érzik, a komfortérzetük növekszik, büszkék arra, hogy a városban ilyen színvonalú események zajlanak. Nagyon sok régen látott baráttal, ismerőssel találkoztam, akik hosszú évek után hazatértek. Valamikor ez volt a születi napoknak is az egyik alapeleme. Jöjjenek vissza azok az elszármazottak is, akik valaha itt érezték jó magukat, hát most is ez megtörtént.